A tavaly pulszosok egyeteme sorozat, azt kell mondjam, hogy egyike volt azoknak a sikereknek, amelyeket az egyetem elért. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 20 000-en tekintették meg műsorainkat, és ez indított minket arra, hogy ezt a sorozatot folytassuk. Idén is neves előadókat tudtunk megnyerni arra, hogy önöket oktassák, és egy kicsit szórakoztassák is. Szó lesz itt nagyon érdekes témáról, a szívtitkai mellett, természetesen egy kicsit majd talán a Covidról is beszélünk, de ugyanígy szó lesz például a szőlészet borászatról, és neves előadóink egészen biztosan nem fognak csalódást okozni. Én magam nagyon hálás vagyok azoknak a kollégináknak és kollégáknak, akik a Pluszosok Egyetemében közreműködtek, és hát természetesen és elsősorban az előadóinknak. Kívánok önöknek nagyon jó időtöltést! Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket a Pluszosok Egyetemének mai adásán, ahol vendégünk dr. Szemelyác János, aki a Pécsi Orvostudomány Egyetem elvégzése után pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta lett, valamint másoddiplomát is szerzett a Károly Gáspár Egyetemen, mégpedig szupervizor és szupervizor alapú coach, amivel rendelkezik. Az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, és számos országos vezetőtisztséget is betölt, többek között a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, korábban a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság tagja, az Egészségügyi Szakmai Kollégium addiktológiai tagozatának titkára, illetve a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület elnöke, a Magyar Pszichiátriai Társaság Dél-Dunántúli tagozatának, a Pannon Pszichiátriai Egyesületnek is az elnöke. Járja az országot, Budapest és Pécs között ingázik általában, és jelenlegi főtevékenysége az Indít Alapítvány elnöke, kuratóriumának elnöke, ezt ő hozta létre. János, légy szíves, egy pár szóval ennek az egyesületnek a célkitűzéseit és mindennapjait ismertesd nézőinkkel. Igen, amikor végeztem a... Köszönöm a meghívást, csak talán ennyit még mondanék, mielőtt belevágok. Amikor elkezdtem az addiktológiával foglalkozni, tulajdonképpen az orvosi után pszichiáterként kezdtem dolgozni, és a 90-es évek elején akkor az addiktológia, az tulajdonképpen a klinikán azt láttam, hogy behoznak egy deliráló embert, akit ott úgy, ahogy kicsit összekanalazunk, és aztán eltűnik, és egy néhány hét vagy néhány hónap múlva ugyanúgy ott van a klinikán. És én azt gondoltam, hogy én nem szeretnék addiktológiával foglalkozni. És a szakvizsga előtt nem sokkal, akkor lett néhány olyan fiatal droghasználó kliensem, akiken azt láttam, hogy ők így élnek a világban, amikor valamilyen krízis vagy probléma van, akkor szeretnék az életüket valahogy megoldani, és rosszat választottak. De alapvetően meg így van bennük ambíció, meg kreativitás, nyilván azért választottak illegális drogot, mert úgy gondolták, hogy nagyon egyszerű lenne levenni a polcról az alkohol, tehát ők elkezdtek mákot metszeni, receptet hamisítani, mindenféle füvet termeszteni, mindenféle vad dolgokba benne lenni. És akkor úgy gondoltam, hogy ez valahol tényleg érdekes, mert hogyha egy ilyen fiatal embert valahogy ebből így kihámozol és pályára állítod, akkor neki tényleg tulajdonképpen ott van előtte az élet. És 95-ben kezdtem dolgozni az akkori drogközpontban, ez a Kerpelfrónius gyermekkórháznak a drogközpontja volt, és ott mellette volt még egy keszűben egy nem túl jól működő rehabilitációs részleg. És 94-95-ben volt Magyarországon az úgynevezett amfetamin boom, amikor hirtelen nagy mennyiségben terjedtek el először illegális drogok, klasszikus illegális drogok, és nagyon hamar azt láttuk, hogy ez nem gyerekkori probléma, itt rengeteg felnőtt ember van, rengeteg olyan problémával, ami a családokat érinti, akár az ő gyerekeiket, tehát azt láttam, hogy ez nem egy ilyen gyerekkori sztori, és akkor jeleztem a kórház igazgatása felé, Súlyog Prof volt akkor az orvosigazgató, meg az akkori megyeházi politikusok felé, hogy lehet, hogy ennek önállóan kellene léteznie. És akkor sok tárgyalás után azt mondták, hogy van egy ilyen bedöglött közalapítvány, a hosszú nevünk az volt, hogy Baranyai megyei önkormányzat,
közegészségügyi narkomán fiatalok a gyógyító foglalkoztató közalapítvány, és amikor ezt így először kértünk egy számlát a benzinkútba, és a benzinkutas összeroppant, akkor kitaláltam, hogy legyünk Indit, ami abban jön, hogy integrált drogterápiás intézet. És akkor 99-től indult ez az önálló lét, aminek, hát amikor elkezdtem 95-ben, akkor volt egy adminisztrátor, két szociális munkás és én, és amikor kiszakadtunk, akkor még gyakorlatilag hozzánk kapcsolódott ez a keszői rehab, és elindult a szociális és egészségügyi rendszernek az építkezése, alacsony küszöbű intézmények, nappali, közösségik, drogambulanciák, néhány éve nyertünk pályázatot, szétválasztottuk az alkoholt és a drogot, lett két rehabilitációs intézetünk, nagyon sok viselkedéses problémával elkezdtünk foglalkozni, sőt, a szenvedélybetegek gyerekei kapcsán, amiről majd itt is fogok beszélni az előadásomban, hogy az ilyen családban felnővő gyerekek mennyi problémával küszködnek, és hogy ezt a problémát hogy lehet felismerni, mit tudunk ezzel kezdeni, ez egy nagyon érdekes terület. Jelenleg ez a közalapítvány, ez 12 intézményünk van körülbelül, Pécsen főleg, de Kaposváron, Komlón, most éppen Mohács felé próbálnánk új szolgáltatást indítani, de volt idő, amikor Budapesten voltak iskolai szociális munkásaink, és 6 budapesti középiskolában volt az Inditnak iskolai szociális munkás dolgozója. Serdülő addiktológiában építkezünk éppen az alkoholambulancia udvarában épül a serdülő addiktológiai ambulanciánk, és így tényleg rengeteg kreatív ember sikerült összegyűjtenem, körülbelül 70 kollégám van így a rendszerben, a dolgozóknak körülbelül ötöde felépülő szenvedélybeteg, aminek majd a fele konkrétan az én kliensem volt. Tehát egy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt még ott ültünk, hogy mit is kezdjünk ezzel a helyzettel, az addikció, hogy tud ebből kimászni, és most meg ott ülünk közösen egy eset megbeszélni, és beszélünk arról, hogy a most belső emberrel mit dolgozzunk közösen. Tiszteletre méltó. Azt is olvastam, hogy ilyen buli segélyszolgálatot is indítottak. Ennek mi a jelentősége? Igen. Azt gondoljuk, hogy amellett, hogy emberek betalálnak hozzánk az intézménybe, számos olyan szabadidős tevékenység van, ami azt gondoljuk, hogy jár egy gyógyszer használattal. Nyilván mondjuk nagyon kevés az a lakosságnak az a része, aki szénsavmentes ásványvízre szokott szórakozni. Tehát vagy alkohol van, vagy drog, vagy valami, hát nagyjából ezek. És hogy akkor azt gondoljuk, hogy akkor egy szórakozó helyen legyen valamiféle segítség, akár egy olyan szakember, aki akutan tud valamit kezdeni, akár eldönti, hogy most akkor kell-e mentőt hívni, vagy nem, illetve ez egy picit ilyen elérő program is, hogy sokszor elkezdünk beszélgetni, oda teszünk elé egy ilyen drogtotós, kitöltős valamit, amit kitölt, amiről el tudunk kezdeni beszélgetni. Ez általában mondjuk ilyen szórakozó helyeknek valami félreeső része volt, ahol egy kicsit lehetett ilyen chillben lenni, ahol egy kicsit le lehetett pihenni, ki lehetett fújni magát. Manapság, mivel azt látjuk, hogy a fiatalok különböző szórakozó helyek között vándorolnak, most van a városban két olyan mobil egységünk, ilyen elektromos biciklik, mindenféle szóróanyaggal, vitamintablettával, óvszerrel, amit az utcán szóban együttünk fiatalokkal, és ott elkezdünk velük beszélgetni, kérdezzük őket a szórakozási szokásaikról, arról, hogy tesznek olyan dolgot, ami esetleg veszélybe sodorhatja őket, van, aki vigyáz rájuk, elmennek szórakozni. Tehát egy picit e körül, ezt nyugaton vagy Amerikában party service-nek hívják, mi meg így kitaláltuk, hogy akkor legyen buli segély, ami akkor ilyen szempontból egy ilyen speciális, de képzünk országszerte, tehát most már van az ország különböző pontjain úgynevezett buli segélyszolgálat. Köszönöm szépen a bevezetőt, és ezek után megkérlek arra, hogy a szerfüggőség romboló hatása című előadásodat légy szíves, tartsd meg nekünk. No, akkor azt gondoltam, hogy próbálok egy kicsit ilyen átfogó képet adni, tehát ami nem feltétlenül csak a szerfüggőségről szól, inkább az addikcióról, bár nyilván a szereknek a különböző hatása az, ami általában probléma. Egyáltalán, hogy miről, hogyan indul ki ez a dolog. Ugye itt azt írtam, hogy az addikció hátterében biopszichoszociokultúros spirituális tényezők állnak. Itt általában kockázati tényezőkről szoktunk beszélni, tehát mik azok a problémák, amik megjelenhetnek, mintha ilyen körökkel rajzolnánk, és azt mondanánk, hogy satírozzuk minden irányba, és ahol a legtöbb feketeség van, ott alakulhatnak ki problémák. Egyáltalán ez, hogy a biológia és a genetika hogy van a háttérben, nagyon érdekes, mert a
az egyik leghatékonyabb terápiás forma, ami világszerte nagyon sok pénzből, nagyon sok embert tud segíteni, felépülni, ez az önsegítő mozgalmaknak a rendszere, ilyen például az AA, vagy az NA, ez az Alcoholics Anonymous, vagy a Narcotics Anonymous, vagy a játékosoknak a Gamblers Anonymous, de Amerikában egyébként több mint 100 olyan problémás addikció van, amire már van egyébként csoport. És az AA azt mondja, ez egyébként 1936 óta működik, és az AA azt mondja, hogy, hogy az alkoholizmus hátterében egy genetikai, biológiai probléma van. És akkor itt mondhatja az ember, hogy jó, de hát akkor mit tudunk tenni? És hát akkor azt mondjuk, hogy hát azt tudjuk tenni, hogy akkor távol tartjuk magunkat az alkoholtól. Nem lehet meggyógyítani az addikciót, mondja az AA, de ha távol tartjuk magunkat a szerhasználattól, akkor meglátjuk azt, hogy egyébként találkozunk-e nehézségekkel. Mert sokszor mondjuk azt, hogy a szenvedély betegek például mindenféle primitív énvédő mechanizmussal dolgoznak, tagadnak, racionalizálnak, átolják valami másra, így projektálják, hogy mindenki hibás, csak ők nem. És egyébként meg azt látjuk, hogy az addikt működésben az addikció tárgya az, ami tulajdonképpen az énvédő mechanizmusom. Ha valaminek nagyon örülök, és félek, hogy ez engem magában ragad, akkor iszok, ha valami bánat ér, akkor iszok, ha valami traumatizálna, akkor iszok, ha unatkozok, akkor iszok, és így tulajdonképpen az összes addikció ilyen szinten ott tud jelen lenni, és problémát tud okozni. Tehát önmagában talán most nem fog belemenni, vagy majd csak így érintem ezeket a biológiai, genetikai ügyeket, de mondjuk azt mondják, hogy vannak ezek a nukleotid polimorfizmusok, ami arról szól, hogy van egy ilyen single nukleotid polimorfizmus, ami azt jelenti, hogy van a DNS-ben valami eltérés, amitől valami olyan dolog változik meg, ami még nem feltétlen az addikciót jelenti, de hogy könnyebben fogom választani a megoldásnak a könnyebb formáját, mert szorongok, mert egy hangulatlabil állapotban vagyok, valahogy nem működnek jól azok a készségek, amiknek bizonyos krízis helyzetekben működniük kellene. A pszichológia, az szintén sokszor mondjuk, hogy a pszichológiai háttérnél az önmedikalizációt szoktuk mondani leggyakrabban, van valami problémám, szorongok, és keresek valamilyen szert. Antiszociális vagyok, és megtalálom az ópiátot. És az ópiától tulajdonképpen egy ilyen kezes bárányá válok. Biztos sokan látták a Trainspotting című filmet, aminek a végén egy ilyen kocsmai verekedésben az alkoholista srác, aki az alkoholistát játsza, ő előkapja a kését és késsel hadonászik, még az az ember, aki egyébként ópiátot használ, őt meg ez a dolog annyira nem zavarja, mert nem húzza fel magát. Tehát úgy tűnik, hogy mintha valahogy ebben az őrült világban az ópiát az egy alkalmasabb szer lenne. És akkor azt mondja, hogy akkor ha én nehézségekkel bírok, és öngyógyítanám magamat, akkor meg tudom találni, hogy mi az a szer, ami nekem működik. Ha kicsit unatkozok, akkor ott vannak a halucinogének, ha belassult vagyok, ha kicsit depresszív, akkor megtalálok valamilyen serkentőszert. És egyébként ezeket a pszichológiai problémákat, ezeket egyébként a család is tudja erősíteni. Látjuk a családi rendszerekbe, hogy ki az a fekete bárány, aki megold a család problémái helyett, elviszi a balhét, szoktuk mondani. És akkor egyébként, mert ebben már a szocióügyekben, ott már benne van a családi rendszer, a kortársak, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, hogyan hat a genetika, hogyan hat ennek az egész folyamatnak a pszichológiája, és mi ez a szociórendszer. A kulturális az pedig az, hogy a mi civilizációnkban az alkohol egyébként az a szer, amit így tulajdonképpen elfogad a társadalom, és azt mondjuk, hogy a rekreáció, a különböző tradicionális ügyekben az alkohol a mi szerünk, itt nálunk nem szívnak az emberek és nem ópiátot használnak, de ha elmegyünk keletebbre, akkor ott nyilván előkerül már az ópiát, az ópium, előkerülnek a különböző halucinogének, a cannabis, a hasis, vagy Dél-Amerikában, hiszen az ősi indián kultúrákat halucinogén társadalmaknak is hívtuk, és ezekben a rendszerekben nyilván más és más szer működik, de az egy picit mindig ott van, hogy azt látjuk, hogy a bizonyos civilizációk és bizonyos szer az így összefügg. Szoktuk viccesen mondani, hogy
Szovjetunió sem maradt volna fent ilyen hosszan, hogyha vodka nem segíti a hatalmon lévő rendszert abban, hogy a szovjet állampolgár elviselje azt a rendszert, amiben van. És aztán itt vannak ezek a spirituális tényezők. Napjainkban a spiritualizmusnak nyilván van egy ilyen valahogy felértékelt rendszere, az emberek szeretnének egy kicsit többet a puszta létezésnél érezni, mindenki új utakat keres, mindenki valahol a mélyülést keresi, hogy belelásson az életének olyan bugyraiba, amiket egyébként nem látott. És ennek kapcsán jut eszembe egy film, az a cím, hogy Pszichonauták. Ez egy 3-4 órás dokumentumfilm, riportfilm, olyan fiatalokról szól, akik LSD-t próbáltak, és ők mondják el ezeket az élményeiket. És érdekes, mert van olyan, aki azt mondja, hogy hát úgy megy bele ebbe a történetbe, csak úgy azt se tudta, hogy hirtelen, hogy mit használ, de volt olyan, aki nagyon felkészült erre, mert azt mondta, hogy ő valami olyat szeretett volna látni az életéből, amit egyébként így úgysem lát. És ez érdekes, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy ő rajta maradt ezen egy picit, de nem úgy maradt rajta, mint amit írnak könyvek, hogy aki kipróbált az LSD-t, és aztán egy elmeszociális otthonban tölti azóta az életét, hanem valahogy inkább úgy, amire azt mondjuk közmondásként, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Tehát az ember belekerül valami olyan tudásba, vagy meglát valami olyat a világból, amit addig nem. Egyébként ezt én azt szoktam látni, hogy mondjuk elkezdek olyan összefüggésen gondolkozni, ami szerintem az ilyen gondolkodó, kutató, tudós embereknek, akik így akár itt az egyetemen élnek, dolgoznak és körülvesznek bennünket, ott talán gyakrabban vetődnek fel kérdések a léttel, a létezéssel, hogy ez az egész hogyan alakult ki, mi tartja fenn, hogy vagyunk az egész világegyetemben, milyen kis pici pont vagyunk, de az átlag használónak, aki egyébként így éli a mindennapjait, reggel föl kell, elmegy dolgozni, megnézi ezt a sorozatot, ágyba bújik a feleségével, neveli a gyerekeit, ő nem feltétlen gondolkodik el ezen. De hogyha mondjuk valaki kipróbál LSD-t, akkor azt mondja, hogy úristen, itt mi minden van a világban, hogy elkezd egy ilyen más rendszer összeállni, ami félelmet, szorongást hoz. De hogy ezek a problémák, vagy ezek a tényezők, ezek nyilván jók is, rosszak is, de valahol ott vannak a háttérben. Aztán a következő az addikció, gyógyíthatatlan, progresszív és családi betegség. Ez egyébként az önsegítő csoportok, itt az AA-t már említettem, az AA mondja ezt. Azt mondják, hogy azért gyógyíthatatlan, mert hogy aki addiktá vált egy bizonyos területen, az nem tud szociális vagy rekreációs használóvá lenni. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy, és egy pillanat, hogy előre ugrok, aztán majd visszajövök, és azt mondom, hogy most ugye nagyon előre szaladtam, de itt ez a keresztaddikciók talán egy picit lényeges, de majd még visszamegyek itt. Ugye azt akarom csak mutatni, hogy az addiktív jelenségeknek van egy ilyen kémiai addikció, viselkedéses addikció, legális, illegális. A keresztaddikció az arról szól, hogy a különböző szerek akár így egymással is tudnak kicsit kézenfogva menni, de hogy vannak ezek a, van ez a három nagy csoport, a hedonisták, meg ez a nagyon romantikus név, ez az önmagukat hitegetők, meg a kapcsolatfüggők, ami viszont arról szól, hogy az egy bokorban, az egy csoportban lévő függőségeknél van egy könnyebb átjárás. Szoktam azt mondani, hogy az az ember, aki elkezd inni 16 éves korában, aztán 40 éves korában a cirrózisba belehal, és végig ivott, őt én monoaddiktnak nevezem, és aki pedig össze-vissza váltogatja ezeket a szereket, őt meg multiaddiktnak, mert hogy ő ügyes, és gondolkodik, hogy szert vált, akkor egy kis időt nyer. Hogyha a heroinról átmegy az alkoholra, akkor azt mondja, hogy a család, hogy jó, most tulajdonképpen akkor már legalább nem az illegális piacról használ. Ha kitelik a becsület az alkoholba, akkor elmegy egy pszichiáterhez, az ír neki Rivotrilt, és akkor azt mondja, hogy hát most egy kicsit tulajdonképpen akkor tovább léptünk ebbe is, de most akkor orvos írja fel nekem, hiszen beteg vagyok, és ez így működik. Majd, amikor már a szer nem működik, akkor esetleg választ valamilyen szerencsejátékot. És hogy a hedonistákra, ugye itt fel van, hogy a kémiai szerek, szerencsejáték és a szex függőségből itt a pornó, meg az önmagukat hitegető között, ami meg tulajdonképpen akár mindannyiunk életében egy picit befigyelhet, a kockázatkeresés, a munkafüggőség, ugye szoktam mondani, hogy a legügyesebb addiktok a munkafüggők lesznek, mert azért kitüntetés jár, és nem börtön vagy gyógykezelés. A vásárlás addikt, az internet, szerelem, romantika, testépítők, egészségesen táplálkozók, stb.
Tehát itt olyasfajta addikciókat látunk, amire ugyanolyan súlyosan függőké tudunk válni, de ezeknek a terápiájában, vagy egyáltalán célként nem a teljes abstinenciát tudjuk kitűzni, mert hogyha én munkafüggő vagyok, akkor nem mondhatom azt, hogy nyugdíjba megyek 40 évesen, mert nem dolgozhatok, hiszen az az addikcióm, fizessétek a mindenemet, én abstinens maradok, és így felépülök. Vagy az internet, tehát hogy egyébként az internet is egy ilyen érdekes dolog, hogy ezek a okos dolgokra való rákattanás, tehát hogy ez is kicsit ilyen kapcsolatról is szól, hogy amikor a telefonom okos lesz, a tévém okos lesz, a lakásom okos lesz, akkor az már egy kapcsolat. Nagyon sok ember él magányosan, és azért iszik, mert magányos, azért cigarettázik, mert magányos, azért veszi magát körül okos dolgokkal, mert magányos, és ezek elkezdenek valahogy neki visszaválaszolni. Elkezd a, nem is tudom, régen még Magyarországon lehetett dohányterméket reklámozni, akkor mentem haza, és ott mindig volt egy europlakát, és akkor rajta volt egy ilyen nagyon barátságos meleg otthon, és fölé volt írva, hogy Szofi társa mindennapokban. Ugye ez a Szopi Áne volt, egy neki Szofinak hívta, mert nem merték Szopinak nevezni, pedig a Szopi Áne az végül is hát ugye nem a társ volt a mindennapokban, egy valami volt, ami mellettem volt, kicsit úgy, mint az okos dolgok. Na most akkor gyógyíthatatlanság ennek a dolognak? Tehát ha alkoholista vagyok, akkor csak a teljes abstinencia működik, hogyha meg mondjuk munkafüggő vagyok, akkor meg a mértékletesség. Tehát, hogy nyilván ez mindig egy ilyen dilemma. Az alkoholisták is, meg az addiktok is, mindenki azt keresi, hogy lehet-e ebben valami, hát nehogy már ne ihassa meg egy pohár sört azért, mert 20 évig ittam, és hogy mondják az AA-sok, hogy az alkoholista, amikor abstinens lesz, akkor azt mondják, hogy az egy pohár az sok, a vödör meg kevés. Mert hogy valahol tényleg a mérték a kérdés, de ha mondjuk a munkafüggőségemben tudok mértéket tartani, akkor a kémiai szer addikciómban miért nem? És hát ezen nyilván lehetne vitatkozni, de én azt szoktam mondani a kliensének, hogy aki elért egy abstinenciát, az ne rángass az oroszlán bajszát, mert hogy a gyógyíthatatlanság az egy kicsit tényleg arról szól, hogy lehet, hogy most meg tudok inni egy pohár bort, de az az élményem ettől, hogy hát megittem egy pohár bort, és nem lett semmi következmény. Itt ültünk és beszélgettünk tovább. És akkor azt mondom, hogy jó, de én végülis nem iszok, és nekem kontrollt kell tartanom, de egy hónap múlva összeülünk, és megint megiszok egy pohár bort, és akkor azt gondolom, hogy hát hiszen most már kétszer megcsináltam, tehát ez nekem működik. És akkor egy hét múlva is megiszok egyet, aztán két nap múlva is, aztán jön egy probléma is, arra is megiszok, és egy év múlva garantáltan megint benne leszek egy progresszióba, és ez a dolog már megint megy előre, és megint mélyül, mert valahol ez a kontrolltartás, ez úgy tűnik, hogy valahol az addikciónak egy ilyen nehézséges sajátja. A családi betegség, az meg tulajdonképpen azt látjuk, hogy a család az egy, szóval tud megbetegítő lenni, nyilván segítő is tud lenni, de a család egy picit arról is szól, hogy az a kapcsolatban levésünket jelenti. Én azt gondolom, hogy az embernek az alapigénye egy teljesen emberi, ösztönös dolog, az a kapcsolatban levés. Azért nagyon sok mindent meg tudunk tenni. A kapcsolatban fejlődünk, az egész sztori pszichológiája az a kapcsolatban működik, a családban szocializálódunk, a családban hanyagolódunk el akár, leszünk bántalmazottak, és azt látom, hogy azok az emberek, akik tulajdonképpen nem tudnak megmaradni egy mértékletes rekreációs szinten, ott mindenképpen van a háttérben valamilyen családi probléma, amivel foglalkozni kell, és hát nyilván látom az idő megy, és még csak az első diánál vagyok, de azért majd bele fogok így húzni, és hogy az ember egy addiktív lény, az meg nyilván egy olyan érdekes dolog, hogy azért így, hát úgy vagyunk a világban, hogy ami jó, ami kedves, amitől eufóriánk van, ami kikapcsol minket, ami gyönyört ad, arra így elkezdünk pénzt, időt, energiát nem sajnálni. És azt mondjuk, hogy akkor mi azt akarjuk csinálni. És az, hogy itt tulajdonképpen hogy van a hobbi egy egyre intenzívebb szokás, vagy egy addikció, hát ez egy ilyen nehéz kérdés. Tehát még nekem volt egy olyan kliensem, aki nagyon súlyos ópiátfüggő volt, sikerült ebből kihozni, és utána a hobbi a siklóernyő lett. Na most siklóernyőzni ugyanúgy siklóernyőzött, mint egy ópiátot korábban.
Azt mondta, hogy benn van a csomagtartóban a siklóernyő, és akkor ha már olyan az ég, és a felhők úgy jól néznek, kinek szél, akkor már nem tud másra gondolni, csak arra, hogy mikor lesz már vége a munkának, és mikor mehet el. Tehát tulajdonképpen ezt is nagyon hasonló addiktív módon csinálta. Most tulajdonképpen beszéltem azért az etiológiáról, és nem akarok az etiológiába nagyon belemenni. Ez az agybetegség, ez egyébként most az USA-ba egy ilyen nagyon népszerű dolog, itt a jutalmazó rendszer, a motiváció, a középagyi dopaminban gazdag területeknek a működése, és ezeknek a megváltozása, a memória, hogy vagyunk ott a dopaminnal, a glutamáttal, a tüskés neuronokkal, nagyon érdekes felfedezések lettek. Korábban azt gondolták, hogy a dopamin működteti, azt hiszem kiderült, hogy a dopamin tulajdonképpen inkább csak finomra hangolja ezt a rendszert, és azt is látjuk, hogy mondjuk vannak olyan antidepresszívumok, amik ugyanúgy működnek, mint a kokain, meg az amfetamin, tehát nagyon hasonló területeket működtet, vagy hogy a szerencsejáték volt az első olyan viselkedés és függőség, amikor efemerivel, elektromikroszkóppal, sok mindennel nézték azokat a területeket, amiket egyébként a serkentő szerek akkor úgy tüzelnek és tűzben tartanak, hogy a szerencsejátékra pontosan ugyanazok a képletek kezdtek el beindulni, tehát hogy ebből látszott az, hogy mindegy, hogy viselkedés és addikció, vagy kémiai, az nagyon hasonló struktúrákat működtet, de nyilván ez az egészhez fontos a mi emberi létünk, hogy ez a kapcsolatban hogyan fog megjelenni. És aztán itt írtam nyilván itt a Hogy nincs igazi bizonyíték sem, hogy az addikció egy betegség lenne, és itt éppen említettem egy példát még itt a műsor előtt, hogy mondjuk valaki cigarettázik, láncdohányos, nyilván nagyon komoly függő, és akkor volt egy ilyen kliensem, akinek így ősszel mondta az unokája, nagypapa, a karácsonyt ugye te már nem velünk fogod ünnepelni, és mondta, hogy miért nem ünnepelném veletek? Hát mert azt tanultuk az iskolában, hogy aki így cigarettázik, az tüdőrákban meghal. És hát, hogy akkor te mikor halsz meg? És aztán így mondta csáv, hogy leddermed, hogy most így úristen mi van, és akkor letette a cigarettát, és az életében soha többet nem jutott már rá. Akkor ez mi volt? Mi volt az a 24 év? Mi ingerlődött addig kioldhatatlanul, amit utána a gyerek az unokának egy ilyen beszólása így nagyon hirtelen tudott helyre tenni. Vagy például van az ibogain nevű Közép-Afrikában őshonos növény, amit ilyen törzsi beavatási szertartásokor használnak. És akkor, amikor a 60-as években a Timothy Leary, harvardi pszichológus és baráti köre próbálgatott LSD-t, kannabiszt és mindenféle szereket, akkor próbálták az ibogaint, és ebben a csapatban volt két ópiát, vagy morfinista, ópiát használó, és miután közösen ibogaint használtak, akkor ők letették az ópiátot, és soha többet nem használtak. És később, amikor elkezdték vizsgálni az ibogaint, akkor kiderült, hogy ez egyrésztről egy természetes naltrexon, tehát tulajdonképpen beül a receptorokba, nem engedi hatni az ópiátot, tehát kiüríti gyakorlatilag, méregteleníti az embert, mivel egy halucinogén ez az agyunkat egy olyan állapotba teszi, ahol tulajdonképpen nem fogjuk fel az elvonásnak a fájdalmát, mert egy kicsit ilyen pszichotikus állapotban vagyunk, ahogy nyilván máshogy fájnak a dolgok, és ezzel a halucinogén hatásával, ami pedig valahol a világnak egy más szintű értelmezését segíti, abban pedig valahogy a cravinget sikerült kiütni, és azt mondták, hogy most itt ülünk ebbe a világba, egy nagyon színes, gazdag, mélységek és magasságokat meg lehet élni. Tényleg azzal töltöm az időmet, hogy gyakorlatilag ülök és szurkodom magamat morfinnal, vagy ópiumot szívok, vagy bármi. Tehát, hogy ezek így hogy hozzák meg az emberi létezésünknek azt a másfajta megélését, ami tulajdonképpen a craving ellen, ami az addikció ellen működik. Valahol egyébként itt jön be ez a spiritualitás, ami azt gondolom, hogy a terápiákban segíti a klienseket. És azt mondjuk, hogy nyilván felvetődnek kérdések, hogy akkor ha ez egy betegség és lehet gyógyítani, akkor a biotechnológiában miért nem lehet, hogy miért nincs rá vakcina, voltak is egyébként kísérletek, például kokainnál volt kísérlet, hogy akkor lehet-e kokain ellenes védőhatást használni, hát igazából ezek nem váltak be. És az tény, hogy a drogokkal, tehát a kémiai függőségekkel az a baj, hogy ezek nagyon intenzív hatást gyakorolnak. Tehát ott, amikor mondtam, hogy vannak a hedonisták, és hogy vannak az önmagukat hitegetők, akkor persze a vásárlásban is el lehet szállni, meg az internetben is el lehet szállni. De az igaz, hogy aki ilyen szereket használ, crack kokaint, amfetamint, metamfetamint, heroint, azok olyan intenzív
állapotokat idéznek elő, ami tényleg a mindennapi életben nagyon nehezen utánozható. Tehát aki egy ilyenben benne volt, az azt mondja, hogy, hát igen, az eufória, az a nagyon intenzív érzés, az kevés dologgal utánozható, és ezért gyakorlatilag ez egy ilyen nehéz dolog. És akkor itt ugye felvetődnek ezek a kérdések, hogy létezik-e szabad akarat a függőknél, dönthet-e ő arról, hogy itt akkor ennek így vége van, vagy hogy, mennyire vagyunk racionális lények, és akkor akik nem vagyunk ilyen addiktok, mi is rengeteg hálózat, függőség, kapcsolatrendszerben vagyunk. Két hét múlva lesz egy nemzetközi kongresszus, ahol előadást kell tartanom a Böszörményi Nagy Iván által leírt kontextuális kapcsolati terápiáról, és a Böszörményi Nagy Iván elméletének az egyik alapja ez a kapcsolati etika, ami arról szól, hogy ha mi kapcsolatban vagyunk, akkor tulajdonképpen már benne van egy elvárás, hogy mennyit teszünk bele, és mennyit veszünk ki. Mit várok el tőled, és mit vársz el tőlem. És ez tulajdonképpen összerak egy olyan rendszert, amiben kialakulnak kényszerek, függőségek, elvárások magában a kapcsolatban is. Tehát, hogy nyilván ez mindig egy ilyen kérdés, hogy akkor az egészséges embernek szükséges a közeg, a társadalom. Erről a két ábráról most beszéltem, itt nem mondom. Talán még ott mondanék a harmadikra, hogy ott a kapcsolatfüggők az ott ne maradjon el. Mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ott a helper-szindróma, az végülis az a mi, azt hiszem a mikrofont ütögettem, és ez valószínű rossz hatása volt a hallgatókra, nézőkre, elnézést. Tehát, hogy ez a segítők betegsége, és nagyon sokszor látjuk, hogy a helper-szindrómás ember, aki erőn felül segít, aki bevonja a segítésbe a saját kapcsolatrendszerét, aki rendszeresen bevonódik ezekbe a dolgokba, ő egyébként a magánéletben meg kodependensként működik. A társfüggőség az nem arról szól, hogy én a társam nélkül két lépést nem tudok tenni, a társfüggőség arról szól, zárójelbe, az alkoholistának a szere az alkohol, a társfüggőnek meg az alkoholista. Tehát a kodependens elviseli a megaláztatást, a fájdalmat, a nélkülözést, a gyötrést, az abuzálást, mindent, azért, mert amikor a függő partnere így rádöbben, hogy mit tett, és bűntudata és lelkiismeret furdalása van, akkor egy néhány percig, óráig, napig a tenyerén hordozza, és ad vissza. Ez az a gyönyör, ami az alkoholistának az, hogy iszik, a heroinistának, hogy benyomja az alkoholt, a füvesnek, hogy így éppen elbodul, és repül, tehát hogy őnek is ezekért a kis rövid alkalmakért tolja ezt és csinálja. Tehát, hogy tulajdonképpen a kapcsolat függőségben azt gondolom, hogy amikor valaki benne van egy ilyen kapcsolatban, ő ugyanúgy nem lát ki ebből, ő ugyanúgy elszenvedi ennek minden kárát, ő ugyanúgy működésképtelenné válik, mint a hedonisták és az önmagukat hitegetők. És akkor, amikor a szerekről, a kémiai szerekről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy akkor itt vannak ugye ezek a depresszánsok, serkentők és halucinogének. Most már azt gondolom, kicsit beszéltem ezekről így valamennyire. A depresszánsok a nevükből eredően inkább nyomják le az embert, az élet funkciókat, leginkább a depresszánsoknál alakulnak ki fizikai elvonási tünetek, tehát tulajdonképpen ez az alkohol, nyugtatóhatatószerek, ópiátok, annak mindenféle formája, a természetes ópiátok, a félszintetikus, mint a heroin, illetve a szintetikus, a kábító fájdalomcsillapítók, és azt is látom, beszéltünk erről már néhány szót, hogy a kábító fájdalomcsillapítók egyre nagyobb szeretet hasítanak ki az életünkből. A serkentőknél nyilván a legelterjedtebb serkentők a nikotin, a koffein és a xantinok a élelmiszerekben, csokoládéban, illetve a legnagyobb addiktív potenciállal a serkentők rendelkeznek, a crack kokain, a metamfetamin, de az amfetamin és az extázinak mindenféle változata itt van, illetve aztán vannak a halucinogének, a pszichedelikumok, a legálisok közül még manapság is látunk szipusokat, vagy öngyújtó, utántöltő gáz használok, vagy mindenféle növényeket lehet így elérni, vagy a gomba manapság nagyon divatos, de most rengeteg olyan halucinogén szer jött be a mindennapokba, amit egyébként ősi kultúrákban gyógyászatra használtak, és ma is például az ayahuasca, ami egyre népszerűbb Magyarországon, vagy a pszilocibin gombácskák, amiket itt sokan használnak, és aztán van az LSD, meg a THC, a kannabisz és a hasis, amik tulajdonképpen halucinogének, csak nem használunk belőle annyit, hogy ettől igazán halucináljunk. Itt felsoroltam néhány ilyen trendet egyébként, hogy hogyan változik ez napjainkban. Látszik az, hogy az alkoholnál
ott egy ilyen hatalmas probléma a binge drinking. A binge drinking az, hogy az ember egy ültő helyébe több mint 5 egység alkoholt fogyaszt. Az egy egység alkohol, az egy feles, egy pohár bor vagy egy korsó sör. Tehát több mint 5-öt megiszunk. És az a tragédia, hogy a magyar fiatalok 2017-ben volt a WHO-nak egy felmérése, és az derült ki, hogy a 15 éves fiúk az elmúlt 30 napi binge drinkingre vonatkozóan világelsők. A WHO meg több tucat országot megvizsgált, abból a magyar 15 éves fiúk az elsők, a lányok a harmadikak. Tragédia. Azt gondoltam, hogy a döntéshozók, a politikusaink eldobnak kapát, kaszát, és azt mondják, hogy ezzel kell valamit kezdeni, de nem történt különösebb változás. Egyébként a binge drinkinget a skandináv fiatalok találták ki, skandináv országokban nagyon komolyan elkezdtek ezzel foglalkozni, az alkoholt beterelték ilyen alkoholboltokba, amik például hétvégén már viszonylag kora délután bezárnak, tehát aki nem tankolt fel, az már nem tud inni, mindenféle hivatalos okmányokkal lehet csak alkoholt vásárolni, de például Izlandon mellé tettek az alkohol korlátozásnak olyan fajta prevenciós programokat, olyan iskolai feladatokat, amikbe a szülőket be kell vonni, tehát a nagyszülőket, tehát hogy mindenféle elkezdett körülötte működni, ami nem csak az alkoholról szól, hanem arról, hogy akkor hogyan éljek, hogyha nem iszok, hogyan töltök el szabadidőt, hogyan oldok meg problémát, és ez mind a töményet azért tettem fel kiáltójel, mert a magyar fiatalok abba a kisebbségbe tartoznak, akik töménnyel kezdenek el ismerkedni az alkohollal. Nem sok ilyen országban Portugália, éppen Izland, nyilván a balti államok. És ez azért probléma, mert ha egy magyar fiatal 14-15-16 évesen elkezd töményet inni, akkor ő neki, és ezért vagyunk nagyon vezető pozícióban a májcirrózisban elhunytak számában, mert hogy a magyar fiatalok töményet isznek. Meg a német fiatalok, meg a belga fiatalok, azok sört isznak. Sőt, először a kis alkohol töménységű söröket. Nyilván az is az alkoholizmus felé is vihet, de a tömény ilyen szempontból sokkal problémásabb. Aztán itt van a gyógyszerek, ami egy nagyon komoly probléma, a nyugtató és az altatószerek, meg a fájdalomcsillapítók. A magyar lakosság nem tud aludni, és mindenre fáj. És ezért kilószám írják a szorongásoldót, az orvosok, az altatókat, és a fájdalomcsillapítókat ugye mindenki emlékezik a televízióból mutatott képsorokra, amikor az algopirin átmenetileg receptköteles lett, akkor hosszú sorok kigyóztak az algopirinért. Most ugyanilyen probléma kezd lenni a különböző ópiátok, minden csipcsup fájdalomra ópiát íródik fel. És akkor itt vannak az ópiai gyógyszerek, amiben egyébként a designerek, ugye ezek az új pszichoaktív szerek, amiket főleg Kínában, Indiában gyártanak, korábban szintetikus kannabinoidok, meg szintetikus serkentők voltak, rájöttek valószínűleg a kínai gyárakban is, hogy a függőség az azért ópiáttal erősebb, és most fentanil alapra gyártanak egyre több designer drogot. Ugyanígy elszélek a fiatalok cigarettában, amikor abba hagyja, akkor ópiát elvonás tünetei jelentkeznek, és ezért hirtelen valamit kell kezdeni. És akkor itt van egyébként a szintetikus kannabinoidok és szintetikus serkentők, amik egy ilyen nagy csomag. Nem beszélek erről most hosszabban, de ezeket egyébként dopingszerként is használták, szerintem a pekingi olimpia előtt bőségesen, és utána ezek a szerek ott maradtak, és a civil életbe kezdtek el lenni. Nagyon érdekes, itt írom a legális és az illegális szereknek a folyamatos változását, és hogy egyébként 2011 óta van csökkenés az illegális szerek fogyasztása tekintetében a fiatalok körében, a 16 éves fiatalok körében, és ennek a hátterében biztosan ott vannak az okostelefonok és a különböző kütyük. Tehát a fiatalok körében a szerhasználatnak az egyik legnagyobb vonzása, és ami utána a szerhasználat irányába viszi az embereket, az az unalom. És a fiataloknak, mióta okostelefonja van, azóta kevésbé unatkoznak. Mindenki tolja a telefonját, korábban lementek a térre, és akkor mondta, hogy van füved, akkor tekerjünk egyet. Most meg azt mondja, hogy ezt a játékot láttad már, és ott játszanak, és elfelejtenek drogot használni. Aminek nyilván van előnye, meg azt látom, hogy amennyiben a kapcsolatok is elmaradnak ezáltal, nem alakulnak ki barátságok, vagy legalábbis ezek sokkal felszínesebbek, akkor azt gondolom, hogy ennek van hátránya is. A kokain, az extázia az nagyon jön fel és tör előre. Azt látom, hogy a gazdag emberek körében, a felső 10 000 körében az extázi az egy olcsóbb drog, ott a középosztály partiain egyre több az alkohol mellett az extázi is, és használják ezeket a szereket a népek, illetve a CBD és a THC, ugye a CBD ez a cannabidiol, ez az orvosi marihuána, ami mellett nyilván sok államban, az USA-ban is, Európában is, egyre több országban engedélyezik a cannabis termesztést, ami
valóban a CBD hátán hozza egy picit a THC fogyasztást is. Nyilván sokat lehet erről vitatkozni, de nyilván a CBD-vel kapcsolatos tudás, mint gyógyszer használata, erről azért érdemes együtt gondolkodni. Ez az ábra pusztán csak arról szól, hogy minden szernek van fizikai, pszichés és szociális kapcsolati egzisztenciális következménye, és van egy akut meg egy krónikus hatás. A pozitívak mindig azok, amiket a szerhasználók elvárnak, a negatív meg, ami beüt. Tehát elmegyek egy partira, és azt mondom, hogy beveszek egy extázit, és ott tartani majd feloldódok, és mindenkivel jobban leszek, és egy ilyen a tuc-tuc zenére egy ilyen nagy közös aurából el leszünk. Ehhez beveszem ezt a gyógyszert, felmegy a vérnyomásom, érzem, hogy fel fog robbanni a fejem, elkap egy pánikőrület, rosszul vagyok, félek, hogy meghalok, mentőt hívnak, mentőkkel kijön a rendőrség, és akkor ott állunk, és az egész partinak így vége lett miattam, és egy csomó mínusz. Nem tudjuk, hogy egyébként mi üt be. Tök mindegy, hogy legális vagy illegális szerről beszélünk, ezek a veszélyek meg lehetnek. Krónikus hatásként a pozitív hatás az inkább abban a szubkultúrában értelmezhető, amiben én vagyok. Például mondjuk használok valamit, és a szép vékony testalkatomat amfetaminnal tudom megőrizni. Nem jó, hogy ez így van, de sokan tesznek ilyet. A pszichés hatás az gyakorlatilag az én szorongásaimra, félelmeimre, unalmamra drogot használok, és így működik. Az egzisztenciális meg akár mondjuk drogot árulok, és ebből én biztosítom az én egzisztenciámat. De ott egyre nagyobbak a mínuszok. A normál társadalom felől nézve egyre nagyobbak a mínuszok. A változás a felépülés első lépése, annak belátás, hogy elvesztettük a kontrollt függőségünk felett, melyhez egy morális válság segít hozzá. Ezt nevezzük katartikus kulcsélménynek. Ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy hol fog ez így átbilleni, és azt mondom, hogy történhet sok minden, lehet beteg már a májam, lehet polineuropátiám, lehetek pánikbeteg az amfetamintól, lehet drogindukált a pszichózisom, már elhagyhatott a családom. De addig, amíg nem kerülök bele egy morális válságba, addig azt mondom, hogy ez még így működik. És akkor valami egyszer csak történik, ami azt mondja, hogy ez most elfogadhatatlan, és akkor ezt nem is mélypontnak hívom, hanem katartikus kulcsélménynek, mert ez valahogy azt mondja, hogy így nem jó, így nem akarok tovább élni, ezen változtatni kell, el akarok kezdeni valami más csinálni. Kollégám, felépült szenvedélybeteg kollégám, a Pécsváradi Rehabilitációs Otthonnak a vezetője, Kovács Attila mondja, hogy ő ismerte egy olyan embert, aki mikor életében először volt ittas, akkor a családi rendezvényen levert a könyökével ittas állapotban egy olyan régi kínai vázát, ami a családnak évszázados műkincse volt, unokáról, nagyapáról, unokára szállt, emberöltökön keresztül. És az ember leverte ezt a vázát. És olyan krízisbe jutott, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy onnantól fogva mindent megtett, hogy ő tehát soha többet nem ivott egy kortyot sem. Nem volt alkoholista, ittas volt. És az Attila, amikor beszélt vele, 40 éve ment ez a dolog, hogy ő egy kortya alkoholt nem ivott. Megtörtént valami, azt mondta, hogy neki ezért vezekelnie kell, ez egy helyrehozhatatlan dolog, ami valahogy úgy hasított belé, hogy ezt a változást meg kellett, hogy tegye. És hogy végül is azt gondolom, hogy minden addikcióban való felépülés, beindulás az valami ilyesmiről szól. Ez az ábra egyébként, amit most nem fogok hosszan elmondani, ez szól erről, a prekontempláció az elszánás előtti állapot, a prekontempláció az, amikor még nem történt semmi baj, amikor azt mondom, hogy még a mézes hetek időszakát élem, a kontempláció az elszánás, ott történik valami, ott a prekontempláció és a kontempláció között történik ez a katartikus kulcsélmény, és amikor már elszántam magam, hogy változtatok, már annyi nehézséget összegyűjtöttem, hogy akarok változtatni, akkor felkészülök arra az akcióra, ami ebből ki fog engem vinni. Az előkészület az valójában erről szól, hogy ki kell találni akár egy segítővel, akár magam, hogy mi az a megfelelő terápia, mi az a megfelelő segítési forma, ami nekem a leginkább fog menni. És hogyha elértem az akcióval az absztinenciát, vagy akár csökkentettem, vagy mértékletessé tettem az én addikciómat, akkor utána ezt tartom fenn. Ha megbukok, ha relapszus van, ha megcsúszok, akkor újra egy prekontemplatív állapotban vagyok, hiszen el kell döntenem, hogy most a relapszusomban, most megint használok, most megint iszok, most megint szívok, most megint visszacsúsztam a szerencsejátékba, akkor belevágok-e egy újabb körbe. Ezeket csak azért hoztam, nyilván itt a teljesség igénye nélkül, ez a Holmes Ryan-nek az életesemények súlyossági rendszere, gyakorlatilag a 100-astól egészen a 11-ig, a
kisebb szabásért, és itt a sor legvégén és a házastárs halálától indul, válláson keresztül. Gyakorlatilag ők ezt a felsorolást, ezt arra tették, hogy mi az, amit az embert leginkább egy ilyen gyomrossal beviszi a sűrűjébe, és nehézé teszi számára az életet. Ha végig gondoljuk azt, hogy az addikcióhoz gyakorlatilag ezekből számos dolog tud kapcsolódni. Nyilván ez egy kapcsolati probléma, megjelenik itt akár a házasságon, élettársi viszonyban való probléma, gyermekvállalás, szexuális problémák, anyagi nehézség, munkahely elvesztése, balesetek. Tehát tulajdonképpen ebből a listából rengeteg olyan probléma van, ami az addikcióhoz kapcsolódik, amelyek tulajdonképpen ennek az addiktív kulcsélménynek jelenthetik az alapját. Itt emelném egyébként még ki, és amikor így kérdezted, hogy működik az alapítványunk, és mondtam, hogy foglalkozunk például szenvedélybeteg családban felnővő gyerekekkel, őket egyébként az angol rövidítés szerint ACAS-nak hívjuk, ez az Adult Child of Alcoholics, de nyilván mindenféle függőségre értjük. A gyerekeknél ez az alkoholizmus, vagy a függőség, ez elég széles spektrumban értelmezhető. Van olyan kliensem, aki több éves pszichoterápiát csinált végig. Az apja az nem igazi függő volt, nem volt kémiai függősége, egy ilyen nagyon szélsőségesen kényszeres ember volt. És a gyerek gyakorlatilag az apjának ezt a szélsőséges kényszerét, ezt úgy élte meg, mint egy addikció. Hogyha hazamegy, akkor az apjának milyen kedve van. Éppen túláradó kedvességgel fogadja, mert valami pont a kényszerében jó fázisba talált el, vagy kiszámíthatatlanul agresszív és durva vele és bántalmazó. De mondjuk a kémiai függőknél nagyon gyakran ezt írjuk meg, hogy a gyerek hazaér és nem tudja, hogy az anyja, apja éppen ittas, valami bedrogozott állapotban van, hogy éppen nincs otthon senki és nincs a hűtőben semmi, és az elhanyagoltság, a bántalmazás, vagy tényleg fizikai bántalmazás, érzelmi bántalmazás, verbális bántalmazás rendszerébe kerül, és azt látjuk, hogy ezek nem is olyanok, mint az ember, amikor traumatizálódik egy balesetben, egy szexuális erőszakban kint az utcán, hanem tulajdonképpen ezek a gyerekek, ezek éveken keresztül egy folyamatos bántalmazás állapotában vannak. És még akkor is, hogyha ez egyébként kívülről nem olyan látványos. Kívülről sokszor nem tudjuk egyébként abban a családban, ott benn mi folyik. De amikor a gyerek lesz 25 meg 30 éves, és az látszik, hogy összerodik a munkahelyen, és nem találja a helyét, és nem tudja a kapcsolatainak a közelségét, távolságát jól beállítani, és nincsen tisztában a saját értékeivel, akkor kiderül, amikor elkezdjük ezt így kicsit megpiszkálni, hogy igen, való az ő családja egy diszfunkcionális család volt, amiben így nem tudott jól felnőni, amiben így nem tudott jól kapaszkodókat találni. És akkor azt gondolom, hogy akkor erre, amikor itt akár ezeken a problémás életeseményeken gondolkodunk, akkor ezekre jó, hogyha ez így valahol visszajön nekünk. És akkor itt van ez a pszichológiai immunrendszer, ami azt gondolom, hogy segít minket, meg tud minket megvédeni, meg akkor is jó, hogyha egyébként nem vagyunk nyakik benne az addikcióba, de egy kicsit úgy befigyel, egy kis élménykeresés, egy kis kapcsolati probléma, egy kis elszállunk az internetbe, kicsit szexfüggők leszünk, talán többet iszunk, mint kellene, akkor a pozitív gondolkodás, kontrollképesség, koherenciaérzés, öntisztelet, növekedésérzés, rugalmasság, társas monitorozás, kontroll, leleményesség, a szinkronképesség az itt a környezeti dolgokkal való szinkronképessége, hogy mennyire tudjuk tényleg helyén kezelni a dolgokat, az évszakok váltakozását, valahogy együtt élünk a környezetünkkel, és nyilván a kitartás. És az utolsó dia, itt direkt Cseh Jánostól hoztam, ő ugye élettanász volt, és nem pedig pszichoszakember, de hogy nagyon-nagyon fontos az, amit ő mondott, és azért azt gondolom, hogy nyilván azok az emberek, akik az idegsejteket, a neurofiziológiát tanulmányozzák, nyilván valahol ez összeadódik, hogy azért nem csak azt a pici részt nézik az emberből, hanem valahol az egészet, és Cseh professzor ezt így nagyon remekül fogalmazta meg, megoldásként, hogy az a puszta tény, hogy valaki ismeri bajának okát, már maga is gyógyító erejű.
nincs a sikernek olyan receptje, amely mindenki számára megfelelő lenne, hiszen nem vagyunk egyformák, de mert az ember értelmes lény, minél jobban érti élete szerkezetét, annál közelebb kerül a boldogsághoz. Végső célja az, hogy önismerete fokához mérten kifejezze önmagát. És amikor engem is kérdeznek, hogy mi tulajdonképpen a visszaesésnek, a visszaesés megelőzésnek a legfontosabb tényezője, akkor nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy az önismeret. Tehát ha tisztában vagyunk magunkkal, és tudjuk működtetni azt a rendszert, amiben mi vagyunk, és egyre kisebb a vakfolt, amire nem látunk rá, akkor, és egyre jobb az önismeretünk, akkor ezt tud minket megvédeni attól, hogy bajba kerüljünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, János. Nagyon árnyaltan adtad elő ezt a problémát, és tulajdonképpen az utolsó pár ábrádon nekem azt tűnt fel, hogy a kényszeresség az mennyire fontos, és erről nem sokat beszélünk, és ugyanígy az öntisztelet. Tehát a kényszeresség, ami bevihet bennünket egy ilyen zsákutcába, illetőleg az öntisztelet és az önbecsülés, ami segít elfogadni a segítségnyújtó kezet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még felvetetted azt is, hogy nekünk orvosoknak is komoly felelősségünk van, az, hogy milyen fájdalomra, milyen fájdalomcsillapítót írunk föl. Hát az utóbbi évtizedekben óriási botrány van Amerikában, az Oxycontin nevű opioid származékot tulajdonképpen tisztességtelen marketingpolitikával a középosztály kábítószerévé tették. Lényegében a recepte fölé gyógyszer $1 egy tablettája, amikor már az utcára kerül, akkor $10, és akkor középosztálybeli emberek eljutnak oda, hogy az utcai heroint azt olcsóbban be tudják szerezni, mint az egyébként fényköteles gyógyszert. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az elmúlt 20 évben mintegy 500 ezer ember halt meg Amerikában ilyen túladagolás következtében, és nagyon elképesztő az a szám, amit most mondok, hogy minden 25. percben születik Amerikában egy gyerek, akinek az édesanyja ennek a tisztességtelen üzletpolitikának az áldozatává vált. Hogy látod ezt a kérdést Magyarországon? Igen, sajnos talán említettem is itt az előadásom során, hogy tényleg látom azt, hogy egy picit mi is megyünk ebbe az irányba. Házi orvosok, fájdalomambulanciák, sokféle olyan betegség van, amire a doktor azt mondja, hogy itt nehéz ezt a dolgot kezelni, kell fájdalmat csillapítani. Nyilván tudjuk azt, hogy a fájdalomcsillapítás az orvosi tevékenységnek egy fontos része, de nyilván végig kell gondolnunk, hogy ha elkezdjük a fájdalmat csillapítani ma, akár egy olyan gyógyszer, ami függőséget okoz, akkor ezt milyen hosszú időre tervezzük. Hát, hogy tulajdonképpen van mondjuk egy 40 éves kliens, vagy egy 30 éves kliens, vagy egy 60 éves kliens, akinek súlyos fájdalmai vannak, és hogy akkor azt mondjuk-e, hogy itt nincs más mód, mint a fájdalomcsillapítás, felkészülünk-e arra, hogy 20-30-40 évig fájdalmat kell csillapítani. Úgyhogy tudjuk azt, hogy ha ópiáttal végezzük ezt, akkor annak a toleranciája miatt egyre nagyobb és nagyobb dózisokkal tudunk csak jutni. Tehát, hogy szoktam így mondani, mikor kollégákkal is beszélek, vagy tanítok, hogy az egy nagyon fontos rész, hogy mennyi időre akarok megoldást. Csak még a kliens a rendelőmet elhagyja, vagy jusson ki az utcára, vagy akár tényleg egy hosszú távú történetben kell benne lennem, és hogy akkor mondjuk ez hogy lesz majd ez a környezetének, vagy akár a gyerekének. Olyan nőknek is felírunk-e opioid típusú fájdalomcsillapítókat, akik még anyává tudnak válni. Hogy lesznek az ő gyerekeik? Tehát, hogy azt gondolom néha, hogy talán a legfontosabb az, amit itt a sejé idézetnél mondtam, hogy orvosként gondolunk-e ennek a hosszú távú és a rendszer szemléletű megközelítésére? Hogy ez az egy ember, aki itt ül velem szembe, és neki akarok valamit adni, vagy felírok, ő egyébként mi az a rendszer, mi az a család, mi az a környezet, amiben ő van. És ha ezt egy picit hangsúlyosabb kérdésnek tesszük, akkor valószínűleg talán jobban fogunk tudni gyógyszerelni. Néha azt látom, hogy azért néha nyilván sok a beteg, kevés az időnk, tudunk a könnyebb ellenállás felé menni. Bejön hozzám egy kliens, és azt mondja, hogy Rivotrilt szeretne iratni. És ha van időm, akkor akár órákat beszélek vele arról, hogy ez most így, oké, most írok neki Rivotrilt. Mi lesz egy hét múlva? Neki ez utolsó doboz. De mondom, és egy hét múlva mi lesz? Hát egy hét múlva akkor ő le fogja tenni. Hát mondom, ha egy hét múlva leteszem, akkor miért nem teszed most? Most?
Hát most ő nem tudja lefelé. Tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy akkor tényleg felteszünk ilyen kérdést a paciensnek, hogy mielőtt felírunk neki fájdalomcsillapítót, akkor így elidőzünk-e azon, hogy ezzel most tulajdonképpen mit oldunk meg. Tehát valahol ezt gondolom, hogy néha felszínesek vagyunk. Kapkodunk, rohanunk, és ez úgy el tudja rontani a dolgokat hosszú távon. Igen, hát említetted az előadásodban, hogy lényegében majdnem 1 millió alkoholista van Magyarországon. Igen. Tehát ez a legnagyobb probléma. Ugyanakkor a mély szegénységben élő vidéki falvakban megjelent a herbál, ami gyakorlatilag kivirítette a kocsmákat, mert fele pénzen az egész család boldog egész nap. Hát ez ellen milyen lépéseket... Hát ha nem is boldog, de hogy tulajdonképpen azért azt látom, a mély szegénységnek, tehát ugye a kapcsolatot mondtam egy ilyen alapvető emberi igénynek, a másik ilyen alapvető emberi igény, az pedig a mobilitáshoz való jog vagy igény, hogy elmehessek. Tehát ha azt mondják, hogy itt ebbe a stúdióba kell most nekünk lenni a hátralévő életünkbe, akkor azt gondolom, hogy ha bejutatnának ide hozzánk valamilyen drogot, akkor hamar fanyalódnánk rá, mert azt mondjuk, hogy legalább gondolatba tudjak egy kicsit máshol lenni. Tehát azt látom, hogy ezek az emberek ott élnek ezeken a nyomortelepeken, és azt gondolom, hogy nem addiktológiai segítség kellene nekik, hanem mondjuk rendes közlekedés, hogy el tudjanak onnan menni, tanulni, dolgozni, elköltözni. Tehát, hogy ez a ne csak fejben tudják ezt a problémát megoldani. Tehát úgy látom, hogy a szegregátumok problémája Magyarországon, ez tényleg egy égető kérdés, a vidéki, meg a nagyvárosi szegregátumoké is. Azok az emberek, azok ilyen céltalanul téblábolnak. Nyilván nekik valamilyen értelmes célokhoz kellene őket hozzásegíteni, és ahhoz szükséges infrastruktúra és egyebek. Tehát, hogy igen, a herbál, ez teljesen egy 10 éve hatalmas probléma Magyarországon, még nem találtuk meg az ellenszerét. A crack kokain miért nem terjedt el olyan mértékben Magyarországon, mint például az Egyesült Államokban? Hát egyrésztről messze van tőlünk, tehát a kokain az egy drága szer, tehát a kokain az annak ellenére, hogy tényleg addiktív potenciája, tehát ahogy eteti magát, az nagyon magas, de mégis a legdrágább drog, tehát mint olyan 20-30 ezer forint körül kerül egy gram, és a cracket, mikor megcsinálják, akkor még egy gram kokainból még egy töredék crack lesz. Tehát, hogy tulajdonképpen az egy, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy az egy ilyen nagyon alja drog Amerikában, nagyon lepusztult emberek használják, nagyon rossz, biztos sokan látták a Breaking Bad című sorozatot, és ott látszott, hogy a crack használók, szóval tényleg elképesztő körülmények között élnek már, de hogy az annak az előállítása azért az egy drága drog. És nyilván Amerikában, Dél-Amerika a kokain termesztés, az a koka cserje termesztéshez van kötve. Az onnan attól nem tud elmozdulni. Európában inkább Ázsia felől jön, ugye a drogpolitika mindig politika, és most a tálibokkal valószínű, hogy a mágtermesztés majd megint még az egekbe szökik Afganisztánban. Nem csak az utcán lévő heroin származhat Afganisztánból, a törökországi laborokban megcsinált ópiumból morfin és heroin, hanem a nagy gyógyszergyárak a morfin alapanyagukat azt Indiából vásárolják, India meg Afganisztánból. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a körök hogy zárulnak, és hogyan működtetik a világban ezeket a kereskedelmi útvonalakat, erről nyilván még nagyon sokat tudnánk beszélni, de hogy ezért nálunk inkább a szintetikus szerek, inkább az ópiát, amikor nagy probléma volt a heroinnal, akkor inkább ezek a mágból indultak ki, és a kokain valóban nehezen jut át Amerikában. De a 90-es évek közepén Amerikában voltam, és ott tanulmányozhattam a bizonyos szülészeti intézményekben, hogy milyen arányú a szülés körüli kábítószerfogyasztás is. Ez egy nagyvárosnak a belső kerületében levő kórház, ami a beteganyagot azért eléggé körülírja, és itt a szülés előtti vizelet mintákból 12%-ban pozitivitást lehetett kimutatni. Tehát ez egy óriási szám, és belegondolni is szörnyű, hogy én ugye az újszülött oldaláról közelítem meg a dolgot, hogy elvonási tünetekkel születnek ezek az ártatlan gyerekek, akik nem tettek. És hát intrauterin tulajdonképpen folyamatosan kapják ezt a szert. Nyilván az ő központi idegrendszeri fejlődésükben ez aztán számos kárt okoz, amit utána lehet majd kezelni mindenféle fejlesztő programokban.
aktívak voltak a nézőink is, három kérdést szeretnék föltenni, talán a legegyszerűbbel kezdjük. Orvosi segítség nélkül le lehet-e szokni függőséget okozó szerekről? Igen, le lehet szokni. Ennek a legszebb példája az önsegítő csoportok, el kell menni az AA-ba, az alkoholistának, és ott egyébként lehet leszokni. Mondtam ugye ezt a dohányos példát, hogy akkor az embert, ha éri valamilyen hatás, akkor akár önmagamtól is tudok változtatni, de azt gondolom, hogy ha valaki megpróbált, és több kudarca volt, akkor én azt gondolom, hogy egy idő után így vegye észre, hogy mindig ugyanabba az utcába megy be, és kérjen segítséget, nem szégyen. Ugye itt te is mondtad, az öntisztelet, meg az önerő, tehát hogy segítséget kérni, nem szégyen. Hogyan tud segíteni a család olyan betegnek, aki magának sem vallja be, hogy függő? Igen, itt sokszor azt kell bevallani a családnak magának, hogy a család is benne van ebbe a történetbe. Ahogy mondtam, hogy van egy fekete bárány, és a család körülte hogyan működik. Tehát nagyon gyakran mondjuk azt a családnak, hogyha a családtag nem nagyon akarja észrevenni, hogy mi a helyzet, hogy a család menjen el önsegítő csoportba, hozzátartozó csoportba, és kezdjen el együtt gondolkodni azon, hogy mi az, ami valahogy náluk nem úgy működik. Hogyha a család picit fejlődik ebben, akkor sokkal jobban tudja motiválni a problémás családtagját arra, hogy akkor menjen, vegyen igénybe segítséget. Tehát, hogy általában nagyon sokszor azt látjuk, hogy a család, ez egy rendszer. A családnak a rendszer, ha egy kicsit mozdul, akkor a problémás ember is mozdulnia kell, mert ő nem maradhatott azon a helyen. Tehát akkor a család kezdjen el foglalkozni magával. Az egyik nézőnk kérdezi, hogy a dohányzást is szerfüggőségnek kell-e neveznünk, illetve mi a véleménye az új elektromos, nem égésen, hanem hevítésen alapuló cigaretták káros hatásairól a hagyományos cigarettákhoz képest. Igen, tehát mindenképpen addikció, amennyiben azt mondjuk, hogy drog az, ami a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak működést, akkor nyilván a nikotin az egy pszichoaktív szer, az egy addiktív szer, de azért azt látom, hogy manapság, és a rendes, hagyományos, rendes cigarettáknál is, a nikotin az már ilyen 0,0000 akármi, egy, de hogy az aroma például tud lenni nagyon addiktív, illetve maga, én sokszor azt mondom, hogy a dohányzás, és mondjuk ez például itt az e-cigarettáknál látszik, ott van egy jó nagy adag viselkedése sztori, szóval aki kiszámolta, hogyha egy doboz cigarettát szív el valaki, akkor egy év alatt az 70 ezer szippantás. És a szippantásra tudunk addiktívak lenni, hogy busz megállóban, munka után, szex előtt, szex után, társaságban, amikor és akkor lesóhajtja a füstöt, és akkor, vagy ha valaki márait olvasgat, akkor itt gomolyog a füst, akkor nagyon szépen írta le. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez egy a nikotin az csak egy habatortán, hogy akkor a vízipipában nem teszünk nikotint, arra is tudnak emberek pöfékelni egész nap, és tulajdonképpen tud addiktív ügyként működni. Ezek az e-cigik, meg a vaporizátoroknál, vagy az IQOS-nál azt látom, hogy az a nikotin, a kátrány, az égéstermék szempontjából tudnak ártamcsökkentők lenni. Az ártamcsökkentés arról szól, hogy kevesebb károsanyagot viszek be, és a COPD, tehát a tüdőbetegség, vagy a tüdőráknak csökken a mértéke, de maga az addikció, hogy mennyit pöfizek, hogy ez zavaró vagy nem, az viszont megmarad. Tehát látjuk azt, hogy az e-cigisek talán még jobban rajta maradnak, mert a gyerekek sem mondják, hogy menjél ki a pamerit büdös, hanem az ilyen kellemes füstje van. Az IQOS-nál is azt látjuk, hogy tehát maga a tevékenység, van, aki ugye azt, ez egy ilyen kis elektromos cuccocska, amit aztán tölteni kell, van, aki azért vesz kettőt, hogy a lánc dohányzását tudja csinálni, az egyik tölt, addig a másikat szívja. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben a nikotin kémiai anyaként ott van, de én a dohányzást azt inkább egy viselkedéses addikciónak látom. Azt gondolom, hogy a nézők a szenvedélyes szakma szeretetet megismerték. Én önéletrajzodból tudom, hogy szenvedélyed a víz, a vízisportok, emellett a zene, sőt, aktívan zenélsz, gitározol, szájharmonikázol, és azt is bevallod saját magadnak, hogy hát egy két végén égeted a gyártyát, de nem a szórakozás, hanem a szakma az, ami mind a két végén van ennek a gyertyának, hiszen állandóan Budapest és Pécs között ingázol, nagyon sok helyen előadást tartasz, mert van egyfajta csodálatra méltó elhivatottság érzeted, ami téged erre a pályára vezetett, és erre kicsit reflektálj, légy szívesen. Köszönöm. Hát nem ismerem, hogy két végén égetem a gyertyát, amíg fiatal vagyok, addig kell mozgásba lenni, azt gondolom, és hát igen, talán azt mondom, hogy
hogy nagyon intenzíven dolgozok, és hogy aztán nagyon intenzíven élem meg a másfajta helyzeteket is, tehát hogy itt tényleg szeretem a pörgős, a hangos, a nem tudom, ilyen baráti együttléteket, ezekben a vízisportokban még vitorlás versenyeztem, ott is valahogy az a közösség az engem így mindig nagyon vonzott, hogy ott benne vagyok, ott nem én voltam a főnök, és jó volt az, hogy ott közlegényként lehettem benne csapatban. És a gitározni csak a karantén alatt kezdtem el tanulni, és amikor nyáron gitároztam kint a Balaton nyaralunkban, és jött a szomszédasszonyom, és kérdezte, hogy János, te tudsz gitározni? Hát mondom, a karantén alatt elkezdtem tanulni, és így hallgattam, mondta, hogy nagyon hamar vége lett ennek a karanténnek. Mondom, ez nem egy kedves hozzászólás, de igen, harmonikázni szoktam, azt szeretek, és aztán igen, most a Pécs és a Budapest, itt a munkahely, és aztán Budapest egy másik munkahely, meg a család, tehát hogy valóban jövök, megyek, mozgásban vagyok, és tulajdonképpen olyan emberekkel veszem körbe magamat, akik így tényleg gondolkodók, kreatívak, megkérdőjelezik azt, amit én csinálok. Szokták mondani, hogy nehéz velem vitatkozni, de én nagyon szeretek vitatkozni, én szeretem azt, hogyha embereknek ötletei vannak, a munkatársainak, és ezt mondom, a családomat is mindig biztatom, hogy nyugodtan mondják a kritikát, kérdőjelezenek meg. És aztán valahogy ebben a pörgésben érzem jól magamat. Igen, és van tulajdonképpen a pörgésnek a négy lány, meg az egy unoka. Igen, és van egy unokám is. Igen, ő is lány, úgyhogy csupa lányokkal veszem körbe magamat. Nagyon szépen köszönjük nézőink nevében is, hogy ezt az előadást nekünk megtartottad. Kívánok további elkötelezett sok sikert további pályádon, és azt tudom jól, hogy te mindig mindenki számára elérhető vagy, és ezt a fajta szolgálatot, amit te az egészségügyben teszel, ezt nagyon kevés ember tudná utána csinálni. További sok sikert, és köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm én is. Minden jókat. Kedves nézőink, legközelebb 2 hét múlva találkozunk. A következő előadásunkat Kovács L. Gábor, Széchenyi díjas akadémikus fogja tartani a klinikai gyógyszer vizsgálatok jelentőségéről. Köszönjük szépen a figyelmet!